Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az adventi ünnepkör jegyében számtalan olyan székesfehérvári esemény van, azt hiszem napról napra, hogy önök is tapasztalhatják, hogy bizony egy kicsit odafigyelünk egymásra, kicsit jobban figyelünk mindarra, ami vár ránk még ebben az esztendőben. A várakozás jegyében pedig remek műsorokkal gazdagodhat Székesfehérvár. Nekem viszont, aki meg kell, hogy valljam, hogy elfogult vagyok, mindennél többet jelent a Szent István Művelődési Ház jótékonysági estje, évről évre így az esztendő végén, hiszen olyan jótékonysági est ez, ahol a népművészek erdélyi, szlovákiai helyesebben, tehát felvidéki természetesen vendégeink délvidékről érkeznek, akik nagyon-nagyon sokat tesznek azért, hogy egy kicsit megerősítsük magyarságunkat, identitásunkat. Ebben élen járt tehát a Szent István Művelődési Ház. Ebben az évben a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon Kárpátaljáról, illetve a Gyulafehérvári Református Egyházközség javára rendezik ezt az estét. Fővédnökei, ahogy eddig is, Pány Antal katolikus megyés püspök, illetve Steinbach József református püspök. Kivonatosan hadd mondjak néhány nevet, akiket majd önök is láthatnak a műsorainkban. Petrás Mária, a magyar örökségdíjas népdalénekes, aztán itt lesz velünk a magyar művészetérdíjas Misztrál, aztán Sudár Anna Mária, Boncsér Gergely, a Vox Mirabilis kamarakórus, Zemlény Eszter, a Beri Fivérek, aztán Béres Merse, Németh László, Németh Péter népzenészek, és természetesen itt vannak velünk Erdélyből, Székelyföldről a mi barátaink, és ők vannak itt most a stúdióban is. Jelesül Bara Tamás, szervusz Tamás, először, és Prutáne Oszkár Paul, ami régi nagy barátunk, Székesfehérvár közösség kedvence, csak kicsit most szomorú, bár nem tudom, hogy miért. No, de hát erről nem beszélünk, ugyanakkor arról pedig kell, hogy szó essék, hogy ki milyen gondolatokkal jött erre a jótékonysági estre. Mit gondoltál, Tamás, amikor megkaptad az invitálást? Hát én nagyon örültem neki, mert tavaly az osztálytársam Gár Renátra volt itt ugyanezen az eseményen, és egy kivételes dolognak éreztem ezt az egészet, és nagyon örültem, meg az is jó benne, hogy kicsit az otthoni légkörtől kiszabadulva egy új dolgot is tapasztalok. Oszi, te már évről évre itt vagy velünk, itt nőttél fel, ha úgy tetszik. Neked milyen gondolatod? Hát én ugye még a tavaly előtt voltam, a tavaly nem tudtam állni, de az idén, mikor meghívtak, akkor nagyon örültem, és hát örülök, hogy én is segíthetek az embereken, és jótékonykodhatok, és kiváltam ebből a részemet most így az ünnepekre. A hétköznapjaitokról fogunk beszélgetni, először azonban nézzünk meg egy bejátszást, egy olyan bejátszást, ugye mi találkoztunk már számtalanszor, viszont Tamással először a Csiki vers ünnepen, ahol én magam is zsűriztem, és kivételes alkalom volt, bár az első verset nem sikerült, az április Lajos szenzáció volt. Na most erre jött, azt gondolom, hogy Heitzinger Mika gondolata és ötlete, és most a Csíkcsomortáni verstáborban egy olyan esnek lehettünk tanúi, ami azt hiszem, hogy példa rá, nézőink is látták, Tamás, a Április Lajos születésének és halálnak évfordulójára született egy nagyszerű est Mikával és veled. Ebből nézzünk meg most egy részletet. Áprili Lajos, a csavargó a halálra gondol. Uram, a tél bevert a templomodba. Álltam vaspántos portádon belül, s ámulva néztem botrafont kezemre sugárban omló fényességedet. Térdelt a nép, én álltam egyedül, úgy hallgattam, amit beszélt papod. Ez világot szívedben megutáljad, és úgy menj ki belőle mesztelen. Uram, te ezt így nem akarhatod. Tudom, hogy földed nagy területéből csak egyetlen barlangod jutott nekem, és megreng az is, ha viharod zenéje végig robajlik fenn a tölgyeken.
de ha tavasz, hogy jő, enyém az erdő. És jó hozzám az erdő, ennem ad. Rigó szavaddal kelt a kora reggel, s ott van ma surran este sűnfiad. Gazdám, a nyár, az ősszelhút levéllel, új őszig minden gondot eltemet. Mezitláb járom harmatos meződet, s verőfényet fürözti mellemet. S ha kóborolni küld a nyugtalanság, s nótázva fut mellettem patakod, kúrjantással köszöntöm kék lakásod, s fütyörészem, s uram, te hallgatod. Zöld asztalmon vagy gyümölcs az étel. Otthon kínálott tűz nem mint felém. De mondd, volt-e valaha szép világod valakié úgy, ahogy az enyém? Ronyruhámat egy rándításról elhullathatom. Saruim szia sem marad velem. Uram, utálni nem tudom világod, de indulhatok, amikor kívánod, igéd szerint, egészen mesztelen. Nos igen, ez volt a csomortáni szép pillanatok egyike. Egy kicsit beszéljünk erről az estről, és ennek kapcsán Ápril Lajosról, de először a versekről. Hogy kezd valaki verset mondani? Magyar verset, magyar szerzőktől. Hogy kerültél közel a versekhez? Hát nem saját ötlet volt. Én régebben nem nagyon szerettem a verseket, vagyis hát nem voltam ellenük, de velük sem igazából. Aztán az az osztálytársam, aki tavaly itt volt, Gál Renáta, ő invitált el egy költészetnapi szólóversenyre. Akkor voltam először, tizedikbe, és hát mint minden kezdő szavaló, akkor félve és nem teljesen tudva a szöveget álltam neki a szólóversenynek, és nem is sikerült olyan jól, viszont megkedveltem, és úgymond adott egy ilyen erőt ahhoz, hogy folytassam. Igen, tehát mert a tehetségnek nem voltál hiány. Inkább a némi tudatosság kellett, gondolom. Oszi, nálad ez másként történt, hiszen te voltak éppen a génjeidben arra születtél, hogy a magad ízes módján nekünk történeteket mesélj. Mielőtt erről beszélünk, a te történetedről, a te történeteidről, szintén nézzünk meg egy bejátszást, csak most verset mondasz, és szintén a Csíki versünnepen találkoztunk, hiszen ez egy kicsit más stílus, és a vers is más volt. Széje Sándor, Székely Karácsony. Hóba temetkezett Csíki havasokon, Áron, egymagában, fenn a madarason. Uram, fohászkodik, fiad megszületett, karácsony este van. Hogyha megtehetett te, aki rendezed ezt a nagyvilágot, juttass nekünk is egy kicsi boldogságot. Hallottalak, Áron, de nem mondtad kinek, a népemnek, uram, szegény székelyeknek. Az úr kicsit hallgat, majd így szól. Te, Áron, jó kedvem bekaptál, legyen úgy, nem bánom. De még mielőtt a kérést teljesítem, valamit meg kéne magyarázni nekem. Én a székelyekről hallottam eleget, mondtak már rólatok hideget, meleget. Tudom, hívők vagytok, sokat imádkoztok, de szidásomban is világelsők vagytok. Hallom, magatokat székelynek valljátok, s választott népem neveit hordjátok. Áron, Ábel, Mózes, Dániel és Dávid, az egész Biblia, vissza Ábrahámig. S ha jól megszámítom, szinte már úgy vélem, hogy Csicsó Názáret s Gyergyó Jeruzsálem. Aztán, ha jól értem, magyar a beszéded, s mégis a székelyek boldogságát kéred? Miféle náció? Mert a nyelve magyar. Úram, szólt Áron, a széke is magyar, csak egy kicsivel több. Igaz, nem sokkal, de több. Hogy is mondjam, úgy egy fertálfokkal. Ott állt a sok fenyő keményen, vigyázban, gyertyák pislákoltak ezer csíki házban. Megkondult csiksimő éjféli harangja, s szelít korholása szólott az úr hangja. Jól van, Áron fiam, és most tartsunk rendet. Ez a kicsivel több, megmagyaráz mindent.
Én megértettelek, de most érts meg te is. Kicsit azért több a szenvedésetek is. No, azért a mosoly itt sem maradhatott el természetesen. A Tamástól tudjuk, hogy Gál Renáta segített neki abban, hogy rátaláljon arra az útra, ami elhozta nekünk ide Székesfehérvárra is, illetve hát előtte a Csíki versünnepre. Idézzük fel azt is, hogy téged ki vonzott, ki volt, aki felfedezett, ki volt, aki azt mondta, hogy Oszi, neked magyarul kell történeteket és verseket tanulnod és elmesélned a hallgatóságodnak. Hát legelőször, amikor negyedik osztályos voltam, akkor a tanítónéni hallott egy versenyről, lesz egy szavaró verseny Varsolcon, és adott egy verset, és mondta, hogy tanuljon meg, és akkor menjünk el oda, és én felkészültem, és ott nagyon jól sikerült a verseny, harmadik helyezést értem el, és akkor így a szerelmese lettem a szavalásnak. Melyik volt az a vers, amit azóta sem felejtesz el, ami aztán tényleg meghatározta a te sorsodat? Az a vers, amelyeket másta is fogom szavolni az estének Anyádi Sándortól, a Nyárgás tető. Tehát a Kányádi nagyon fontos. Van egyébként olyan, hogy valaki fiatalon beleszerelmesedik egy költőbe, vagy pedig a pedagógusok segítenek abban, hogy milyen verset válasszon. Tamásnál ez hogy van? Hát nálunk a pedagógusok csak ajánlják inkább a verseket, de inkább magunkra hagyatkozunk legtöbbször, és azt szerint választjuk ki. De ki az a felnőtt, akinek a legtöbbet köszönhettek, akire felnéztek, aki segített abban, hogy most például itt lehessetek? Hiszen azért nagyon fontos, mert függetlenül attól Oszi nálatok még inkább, hiszen te gyermekfővel kezdted egy olyan helyen, ahol azért nem teljesen természetes az, hogy valaki magyarul beszél és verseket mond ráadásul. Tamás, nálad hogy van ez? Hát nálam igazából felnőttre nagyon nem volt példa ilyesmi, mert én inkább Renátától tanultam legtöbb mindent. Meg volt tavaly egy olyan magyar tanárnőm, aki mondjuk ő nagyon sokat segített. György jobba vitt fel, csak úgy a kocsijával azért, hogy én és Renáta szavalhassunk. És rajta kívül igazából csak a verstáborban tanultam. Oszi, milyenek a hétköznapok ahhoz, hogy te tudj tanulni, hiszen azért most már nősz, egyre több a feladat otthon is, gondolom. Igen, hát én hétvégén szoktam foglalkozni a versekkel, és először úgy, hogy anyukám meghallgat és kijavít, hogy azt így, azt úgy, hogy csináljam, hogy jobb legyen, és akkor tovább gyakorolom magamtól. A társaitok mit gondolnak egyébként arról, hogy ti ilyen intenzíven foglalkoztok a magyar nyelvvel, illetve a versekkel? Hát egy része elfogadja és támogat bennünket, viszont van egy pár ilyen elfogult, hogy mondjam, ez a jó falusi székely ember, aki hát nagyon közel nem áll ehhez, és sokan elutasítják, meg lenézik ezt az egészet, vagyis hát nálunk inkább. Most itt te népszerű vagy azért, ugye? Továbbra is. Hát, mondhatjuk. Tehát akkor tulajdonképpen felnéznek rátok. Vagy le. Vagy le. Igen. Ez miben áll a lenézés? Hát a főleg falun, én Csíkszentdomokoson születtem, és mondjuk 9-től inkább Csíkszeredában, a városban lakom, viszont ott is nagyon sokat tartózkodom, és ott a hát ott falun nem nagyon megszokott ez az egész, és kevés réteg az, amelyik felnéz ránk, és ezt elfogadja, viszont a legtöbb inkább hát megvetéssel néz ránk, hogy úgymond így ezt ők nem, hát nem tudom megmagyarázni, de másképp néznek erre az egészet. Érdekes ez, felétek ez nem úgy van, én úgy emlékszem. Nem, nekem mindenki gratulált, a szomszédokon, a szüleim, mindenki, és én negatívat soha nem kaptam ebből, hogy én azt csinálom. Sőt, hát azért a társaid, erről már beszéltünk néhányszor, a társaid tisztelnek azért, hogy amit elértél, meg amit csinálsz. Hogyan lehet hatni szerintetek a környezetre azzal, hogy ti ezt csináljátok? Ugye Tamás azt mondtad, hogy lenéznek és furcsán néznek rád, az Oszinál meg épp az ellenkezője. De azért a legfontosabb, hogy ti tudatosan csináljátok, ugye, és nem adjátok fel. Jól gondolom? Igen, így van. Hát inkább a fiatalabbak néznek le. A felnőttebbek és inkább az öregebbek azok
jó szemmel nézik ezt az egészet, és jó véleményük van róla, csak velük kevesebbet találkozunk, kevesebbet beszélünk, ezáltal kevesebb dicséretet is kapunk, ezért marad meg inkább a negatív komment, mivel hogy inkább a fiatalokkal tartózkodunk egy helyen, ők pedig hát inkább falun mondjuk, mert városon azért ők is pozitívan állnak ez az egészhez. Mit hozhat a jövő számotokra? Ugye az Oszitól minden évben megkérdezem, és mindig ugyanazt mondja, de azért majd most is szeretném hallani. Mert hogy azért nehéz boldogulni, valljuk meg, de azért a Tamás, te jó úton jársz, hiszen ezt nem véletlenül választottam, ezt a bejátszást, mégpedig azért, mert ugye ez Heitzinger Mika estje volt, a Misztrál énekesé, aki a barátjával hozta létre ezt a fantasztikus April Lajos estet, és ebben ugye főszerephez jutottál, és az sem titok, hogy annak, hogy itt vagy, annak leginkább a Mikának is köszönhető természetesen, hiszen ő mellettem ült a zsűriben, Csíkpálfalván, ugye, és a fülembe súgta, hogy most jön az a srác, aki a legszebben mond April Lajos verset. Aztán nem April Lajos verset mondtál, de a végén csak sikerült azt is meghallanunk. No, tehát milyen jövőképed van? Mit szeretnél? Hiszen fiatal felnőttként már nyilván ezen gondolkodsz. Igen. Hát a versek megismerése után és ebben a világban így elszabadulva legelőször nagyon sok esélyt láttam arra, hogy én színi egyetemre menjek. Viszont egy régebbi, hát jobb tulajdonságom és úgymond szerelmem az írás és az olvasás, és ezáltal úgymond lemondtam erről a színi egyetemről, és a bölcsészet mellett döntöttem. Így most 12-esen úgy állok neki az érettségnek, hogy utána a Kolozsváron a Bölcsészet Egyetemen szeretném folytatni. Tehát a bölcsész leszel, és milyen szakirányt választasz? Gondolkodtál már rajta? Hát gondolkodtam, viszont elég nagy a skála, úgyhogy még egyelőre nem biztos semmi sem. Jó, viszont remek tanáraid voltak, és most a Mikától is sokat tanulhatsz, igen, úgyhogy a pedagógusi pálya is nyitva áll előtted szerintem. Oszi, esztendőről esztendőre elmondod az álmaidat, vágyaidat. Most hol tartunk? Mesélj be. Hát én ugye gyermek vagyok, és nekem az, hogy mi szeretnék lenni, az a foglalkozás, az minden évben, szinte minden évben megváltozik. De azért biztos vannak álmaid. Hát igen, én most rendőr szeretnék lenni, mindenképpen abban szeretnék helyezkedni, hogy az embereken segítsek azokon, akik bajból tudtak, és úgymond lelkén az a hős, aki megment másokat és megvédi a többieket. Ez egy nagyon szép gondolat. Kicsit beszéljünk arról, hogy milyen most magyarnak lenni, hiszen ti már azért fiatal felnőttek vagytok Székelyföldön, hiszen hallunk ezt is, azt is, és azt gondolom, hogy ti vagytok azok, akik elhozzátok azokat a hiteles híreket. Milyen fiatal felnőttek lenni? Hát ez településektől és városoktól függ, hogy milyen magyarnak lenni, mert nálunk például többségben vannak a magyarok. Na, Csíkszeredán jó lenni, azt tudom. Igen, ott és a falunkban is például ott lakunk 6000-en körülbelül, és ebből maximum 10 román ember van. Mm. Tehát sok román szavat én 9-ig nagyon nem is hallottam, csak román órán. Majd a városban is kb. 15-20% a román a városnak, és így ott is inkább a magyarok vannak többségben. Meg én is csak hallásból tudom, hogy más falvakban, ahol több román van, ott azért vannak nézeteltérések, de igazából én sem tudom. Oszi, nálatok mi a helyzet? Hát a mi falunkban is többségben vannak a magyarok. Nagy többségben vannak, és hát egyfajta dicsőség az, hogy megtartottuk azt, hogy a Magyarországon kívül mi tartjuk és beszéljük azt a nyelvet mai napig, és fogjuk is. Hoztátok nekünk magatokat ide, és ezt nagyon szépen köszönjük. De mit visztek haza? Milyen gondolatokat? Hiszen te már számtalanszor jártál itt, és a Tamás is mit gondolsz? Milyen érzések fogtak el benneteket itt Fehérváron? Mit visztek haza ebből? Hát én ma délelőtt egy iskolában voltam, az első Istvánban, és ott jártam be órákra, és ott kérdezősködtek, ugye, hogy milyen magyarnak lenni Romániában. És
jól esett, hogy így érdekli őket, meg hogy ja, hogy nem tudják, ezért megkérdezik, és nyitottak, nem pedig úgymond, hát vártam egy kis másabb véleményezésre, hogy most vagy lenéznek, vagy ilyesmi, mert azért erdélyi magyarként félve jönnek a magyarok néha ide Magyarországra. Oszi? Én is voltam egy iskolában, és ott is így kérdezősködtek, hogy milyen az élet, és otthon, és nehéze is. Legfőképpen azt kérdezték a gyermekek, hogy lehet-e a magyar adókat fogni, és mondtam, hogy igen, az összeset lehet. Jó van. No, akkor tehát egy csoda este elé nézünk. Én azt gondolom, hogy köszönettel tartozunk nektek. Köszönhetjük egyébként mindazoknak, Prekrit Juditnak, illetve mindenkinek, aki megtiszteli Székesfehérvárt azzal, hogy a Szent István Művelődési Házban évről évre eljön, hogy egy-egy nehéz sorsú környezetben felnövő fiataloknak, mint például itt, illetve olyan egyházközségeknek segítsenek, akik rászorulnak. Úgyhogy ez tiszteletre méltó, és én azt gondolom, hogy minden székesfehérvári nevében köszönöm, hogy megtiszteltetek bennünket, és itt vagytok évről évre. Otthonról hazajöttetek, és hát én azt hiszem, hogy a következő napokban majd annyi élménnyel gazdagodtok, hogy amit otthon is meg tudtok osztani mindenkivel. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük, hogy eljöhettünk. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetést látták, vendégem pedig Bara Tamás és Plutánó Oszkár Paul volt. Köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra.